Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa TV szerdai híradója. Nézzük főbb híreinket előbb röviden. Óvatosan a kóborkutyákkal, befogásukat célszerű szakemberekre bízni. Folytatódik a sorozat, idén is havonta bemutatják a hónap műtárgyát a múzeumban. 20 éves a tánccsoport, a jubileumi program sorozatot kiállítással kezdte a SZKES. Most pedig a részletek és további híreink. Érdemes nagyon vigyázni a kutyákra, hogy ne kóboroljanak el, ugyanis akár helyszíni bírság vagy szabálysértési eljárás is lehet a gondatlanság következménye. Az elszökött vagy gazdátlan ebeket a nagykanizsai állatmenhely munkatársai gyűjtik össze, így gondoskodnak arról, hogy ne legyen kóborkutya a város utcáin. Szakemberek egyébként azt tanácsolják, a járókelők legyenek óvatosak a kóborállatokkal. A város környéki szőlőhegyeken, a peremkerületekben is, Nagy Kanizsa belterületén is lehet néha találkozni kóborkutyával. A kanizsai állatmenhely telepvezetője azt tanácsolja, senki ne ijesztgesse a kóborebeket. Heti szinten több bejelentés is érkezik hozzánk, hogy sétáltatók, kirándulók kóborkutyával találkoznak. Ilyen esetben semmiféleképpen ne próbáljunk támadólag fellépni a kutyával, még akkor se, hogyha félünk tőle, hiszen ez még nagyobb agressziót válthat ki az állatból. Próbáljunk meg hátrálni, nem a kutya szemébe nézni. Ha van nálunk egy táska vagy csomag, akkor próbáljunk a magunk és a támadó kutya közé rakni ezt a csomagot, és szépen hátrálva elhagyni a helyszínt. A gazdák felelősséggel tartoznak a kóborló kutyákért. Közterületfegyelők is éves szinten olyan 10-15 esetben találkozunk olyan helyzettel, amikor felügyelet nélkül van kint közterületen kutya. Ebben az esetben szabálysértési eljárást tudunk kezdeményezni a kutya gazdájával szemben, abban az esetben, ha már tudjuk, hogy ki a kutya gazdája. A tapasztalatok szerint a város környéki zárt kertekben tartott kutyák többségét nem regisztrálták a gazdák, vagyis nem ültettették be az azonosítás szolgáló, egyébként kötelező csippet, így ha ezek az ebek elkóborolnak, befogás után automatikusan a menhelyre kerülnek. A városi kutyák gazdáit a legtöbb esetben könnyebb megtalálni. Közeleg a határidő, a vállalkozásoknak március 31-ig kell befizetniük a kamarai hozzájárulást. Erre több lehetőség is van, lehet banki átutalással, illetve az ügyfélszolgálatokon készpénzben is. Banki utalás esetén a közleményrovatba az adószámot is be kell írni. Az 5000 forintos hozzájárulást nem kell befizetniük azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik tevékenységüket a teljes naptári évben szüneteltették. Minden vállalkozónak akár egyéni, akár társas vállalkozás, a bejegyzését követő 5 napon belül regisztráltatnia kell magát az illetékes területi kamaránál, és évente ez a regisztráció egyszer 5000 forintba kerül, és évente hozzá kell járulni a kamara közfeladataihoz szintén 5000 forinttal. Ennek a határideje szintén a törvényben szabályozott, ez március 31-e. Nagyon sokan azt se tudják, hogy ezért cserébe milyen szolgáltatásokat kapnak. Van 3 olyan kötelező szolgáltatás, amit ez a törvény előír. Ez a tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben, pályázatfigyelés és üzleti partner közvetítés. Folytatódik a Túri György Múzeum népszerű sorozata. Az intézmény munkatársai idén is alkalomról alkalomra kiválasztják a hónap műtárgyát. A látogatók elsőként egy selyemből készült báli ruhaderék történetét ismerhetik meg. A 19. század végén még nem blúzt, hanem ilyen és ehhez hasonló felső részt viseltek a bálózó lányok és asszonyok. Ez a gyöngyhímzéssel díszített, halcsonttal merevített selyem ruhaderék Bécsben készült dr. Éffi Zoltánné számára. Ezt már biztos, hogy fiatalasszony korában viselte, mert van másik ruhánk is tőle, tehát egy fiatal lányként, eleve ilyen színűt sem, mert egy első bálozós lány azért az fehéret, másodikként halványzöld, tehát ilyen nagyon finom pasztelszínű, de ilyen habos-babos ruhákat viseltek, de ilyen mélyen dekoltált ruhát nem szabadott egy fiatal lánynak, csak fiatal asszonynak, annak is általában akkor, amikor már megszületett a gyereke. Az előkelő felső részt a hónap műtárgyaként állították ki. Ez a sorozat 2018-ban is folytatódik. Szeretnénk az új szerzeményeinket és a múzeum gyűjteményében lévő nagyon érdekes egyedi tárgyakat kiállítani az idei évben is. Ezt minden hónapban közzétesszük a honlapunkon is, úgyhogy mindenképpen érdemes követni a www.tgm.hu oldalt, illetve igyekszünk megosztani a Facebook oldalunkon is.
A tervek szerint márciusban egy jurátus szabját állítanak ki a 170 évvel ezelőtti forradalom és szabadságharc alkalmából. Megnyílt a Sketch Tánc csoport elmúlt 20 évét bemutató kiállítás. A Honvéd kaszinóban látható tárlaton oklevelek, kupák, díszletek és a táncosok ruhái kaptak helyet. A színes kiállítást március 10-ig lehet megnézni. A rengeteg kupa és oklevél is azt mutatja, hogy nem volt terméketlen a Sketch elmúlt két évtizede. Az 1998. szeptemberében Kiskanizsán alakult tánccsoport 15 taggal indult, ma pedig már 120 táncosa van. Nagyon-nagyon jó a közösség, egy összetartó csapat vagyunk szerintem, rengeteget versenyzünk és rengeteget gyakorlunk. Hát vannak pillanatok, hogy veszekedünk is a táncokon, de nagyon szeretem őket, mert egy nagyon kitartó és erős csapatról van szó. Az emberek is nagyon aranyosak és kedvesek, és az iskola mellett ez egy, szerintem egy remek kikapcsolódás így délutánonként edzésre járni. Sokat nevetünk együtt, és jól érezzük magunkat. A Sketch Tánc csoport az ezredfordulókor költözött át a Honvéd kaszinóba, azóta is itt tartják próbáikat. A tegnap nyílt kiállítással az elmúlt két évtized munkáját és eredményeit szeretnék hűen bemutatni. Igyekeztem az elmúlt 20 év dokumentumait, okleveleit, kupáit, ruháit, mindent összeszedni. Szerencsére nem dobok ki semmit, így nem volt olyan nehéz feladat. Próbáltuk úgy megcsinálni a kiállítást, hogy egy látványt hozzunk össze, ami jellemez minket, hiszen látványtáncban versenyzünk. A kiállítással még nem ért véget a Sketch jubileumi program sorozata. A táncosok ugyanis bált is szerveznek, valamint április 22-én egy gála műsort is bemutatnak. Szűcs Imre atya előadásával folytatódott tegnap este a Kalandozó kanizsaiak a Medgyaszai házban. A felső templom plébánosa Albániába utazott tavaly ősszel, nagyrészt ugyanazzal a csoporttal, amellyel 2016-ban Szentföldre zarándokolt. Imre atya és utazó társai ezúttal elsősorban az albán mindennapokra, valamint a természeti és történelmi értékekre voltak kíváncsiak. Az előadáson arról is szó volt, hogy az albán származású Teréz anya szülővárosa ugyan már nem tartozik az országhoz, de a helyiek ma is nemzeti szentjükként tisztelik őt. Az ő emléknapja az munkaszüneti nap Albániába, és ami nagyon-nagyon meglepett legalábbis engem, hogy a Tiranai Nemzeti Múzeumban egy kicsinyke kis sarok, ami Teréz anya sarka, illetve területe, poszternagyságú fotók vannak, talán egy rózsafüzér, egy törülköző, meg egy pohár, nagy valószínűség szerint, amikor Tiranában járt, akkor abból a pohárból ivott egy pohár vizet, és abba a törölközőbe törölte meg a kezét, miután kezet mosott. Béka herceg jött Kanizsára. Ha egy ovis vagy kisiskolás elég ideig nézi, láthatja, hogy egyszer csak fes férfivá változik a brekegő kétéltű. Holnapig a HSMK-ban vendégszerepel a Pódium Színháza Béka Király című Grimm mese alapján készült zenés mesejátékkal. A gyermekszínházi bérletes előadások részeként a két nap alatt négyszer adja elő a társulat az elvarázsolt herceg és a jó király kisasszony barátságáról szóló darabot. Szép zenék, nagyon vicces részek, humorosak. Mai gyerekeknek szerintem nagyon fontos, hogy jó pörgős legyen az előadás, lekösse őket, és egyben legyen humora az előadásnak, legyenek szépek a ruhák, szépek legyenek a lányok, és hát ugye maga a herceg természetesen a végén egy fes férfivá válik. Ismét meghirdették a Fedezd fel az örökséged elnevezésű erdőismereti vetélkedőt a középiskolásoknak. Az Országos Erdészeti Egyesület a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával 2018-ban újra elindítja a versenyt, melynek idei témája a klímaváltozás és az erdők közötti kapcsolat. A háromtagú csapatok jelentkezését február 25-ig várják a képernyőn látható e-mail címen. A vetélkedés négy fordulós elméleti része márciusban lesz, a terepi feladat pedig ismét egy legfeljebb 3 perces saját videó elkészítése. A részletek megtalálhatók az Országos Erdészeti Egyesület honlapján, illetve a vetélkedő közösségi média oldalán. Továbbra is kenu edzőt keres a Nagykanizsai Kajakkenu Klub. Sári Nándor klubelnök híradónknak azt mondta, még nem indulhat el a kenu szakosztály a városban, mert nem találták meg Novák Ferenc olimpikon utódját. Mint arról korábban beszámoltunk, a Sydney ötkarikás játékok aranyérmes evezőse tavaly novemberben érkezett Nagykanizsára, de bő egy hónap múlva meggondolta magát és mégsem vállalta az edzői feladatot. A kanizsai klub azóta is keresi az új szakembert, így jelenleg még nem lehet tudni, mikor kezdődhet a kenusok képzése.
Nem tudom. Az a igazság, nem tudom. Volt már egy próbálkozás, mert adtam fel hirdetést a Kajakenu Szövetség honlapján. Volt is egy próbálkozás, de igazán nem akar összejönni, pedig gyakorlatilag tudjuk teljesíteni azokat a kéréseket, elvárásokat, amik felénk irányulnak, de sajnos mindig valami kis apró szösszenet miatt ez megbukik. Nem tudom miért. A Sári Nándorral készült teljes beszélgetést, illetve a kajakosok téli felkészülésének összefoglalóját péntek esti Szertár című műsorunkban láthatják. Most pedig fontosabb híreinket megmutatjuk újra, röviden. Óvatosan a kóborkutyákkal, befogásukat célszerű szakemberekre bízni. Folytatódik a sorozat, idén is havonta bemutatják a hónap műtárgyát a múzeumban. 20 éves a tánccsoport, a jubileumi program sorozatot kiállítással kezdte a SZKES. Ez volt a Kanizsa TV szerdai híradója, figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. További szép estét kívánok, viszontlátásra!